Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 5-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, tervei, erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik a gondolatai, tervei, itt a 4-es szám arra utal, hogy szüksége van a biztonság érzetére, vagy valamit akar alapítani. A kép egy hírt mutat, vagy írásban, vagy szóban. Az egy levél, vagy egy e-mail, de lehet egy telefon, beszélgetés, vagy egy találkozás. Ő ezt tervezi. Ő kapcsolatban akar veletek maradni. De mivel itt ez a hölgy látható, az mutatja az ő elvárásait, vár arra, hogy ti közöljetek valamit vele, vagy írásban, vagy szóban. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt a 8-as szám egy húzavonát jelent, amiből most ő keres egy kiútat. Ő most ennél a kereszteződésnél van, ez az életutat, a sors utakat mutatja, és itt döntéseket hoz, hogyan tovább. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. De ez a kereszteződés mutatja a sors kapcsolatokat is, hogy a ti élet utatok itt kereszteződik. Ez egy ilyen lelki kapcsolat, amit ő érez. Mit közöl veletek? Itt az elefánt a háttérben mutat egy ilyen nehéz utat. De ez a múlt. Ezt ő lezárja. Lesz ez a könnyűség, és ez kell, hogy itt ő mérlegelje. Kell neki ez a belső nyugalom, ez a belső harmónia, kiegyensúlyozottság. És a napi kártya mutatja az álmokat. Egy álom megvalósul. Vagy azt is jelentheti, hogy ő rólatok álmodott. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!